Ajjajjaj, Dugó második hibája. Kidnicki. Horváth. Nagyon szívesen emlékszek vissza. Igazából Magyarországon csak itt az Etóban játszottam, nem ismerült fel, hogy esetleg más klubba eligazoljak. 13 évet játszottam a felnőtt csapatban. Jó edzőkkel dolgoztam, és mindig nagyon jó közösségben játszhattam, és csapatkapitánként is tevékenykedhettem. 88 óta, kimondani is sok, tehát már 36 éve vagyok az Eto alkalmazásában. Először a mélyvízbe dobtak be, és a felnőtt csapat mellett, mint másodedző tevékenykedtem, azóta pedig a serdülő és az ifi csapatoknál volt dolgom. Mindenképpen a klub hovatartozást azt érezniük kell. Aztán, hogy tiszteljék ezt a múltat, amit itt elértünk, a jelent éljék meg, minden percét élvezzék, amit itt töltenek, és hogy nagyon jó szívvel emlékezzenek vissza. Nem szabad elégedetnek lenni, én szerintem ez egy szleng, ez az alap, és mindig meg, tehát az ember próbál megújulni, de akkor vagyok a elégedettebb, nem is, de büszke, amikor tényleg csillogó szemű játékosokkal állok szembe. Nálunk ez egy családi vonás, tehát igazából ez alap, és én úgy gondolom, hogy ez a második családom, tehát szívesen jövök, és büszke vagyok, hogy még mindig itt vagyok.